Készült Veszprém megyei jogú város önkormányzata és a Klebersberg intézményfenntartó központ konzorciuma megbízásából a Széchenyi 2020 támogatásával. Domború tükör 1. A domború tükör a fénysugarak útját úgy változtatja meg, hogy azokat széttartóvá teszi. A domború tükörnek is van fókuszpontja, de ezt úgy határozhatjuk meg, hogy ha a fénysugarak útját meghosszabbítjuk a tükör másik oldalán. Minél kisebb a tükör görbületi sugara, a fénysugarakat annál inkább széttartóvá teszi, tehát annál rövidebb lesz a fókusztávolság. Ha kevésbé domború a tükör, akkor a fókusztávolság hosszabb lesz. Két fókusztávolságnál megrajzolom a fókuszpontnak a helyét. Ehhez be kell jelölnöm a visszavert fénysugarakat, hogy utána meg tudjam őket hosszabbítani. Illetve berajzolom a tükör körívét is. Most kisebb görbületi sugarú tükörrel megismétlem ugyanezt. Ezután a papírt elvéve a lámpa útjából meghosszabbítom a visszavert fénysugarak útját. És így megkapom a fókusztávolságot mindkét esetben. A kevésbé domború tükör esetében a fókusztávolság határozottan nagyobb lett, mint a nagyobb görbületű tükörnél. Készült Veszprém megyei jogú város önkormányzata és a Klebersberg intézményfenntartó központ konzorciuma megbízásából a Széchenyi 2020 támogatásával. Köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió támogatását!